Ukrajna nem csak Ukrajnáért, hanem Európáért is harcol. Észtország miniszterelnöke Strasbourgban kijelentette, hogy az EU-nak erkölcsi kötelessége Ukrajnának tagságot adni egy olyan EU-ban, amely egy hét alatt többet változott, mint azt megelőzően 30 év alatt. Befektetéseket kérte a korszerű védelmi technológiába. Az európai védelem fokozása során konszenzus kell találnunk az EU-n belül abban, hogy néha béke elérésének legjobb módja a katonai erő alkalmazására való hajlandóság. Miközben az EU nagykövetek ma aláírják az Oroszország elleni szankciók újabb csomagját, Kajakálász bocsánatot kért a Putyin háborúnak nevezett konfliktus terhét viselő hétköznapi oroszoktól. Ezen intézkedések egyike sem önök ellen irányul, hanem Putyin elnök és kormánya ellen. Megértjük, hogy önöknek ez fáj, de nekünk is fáj. Egy autokrata nem törődik az emberekkel, csak a hatalommal. Az EU külügyi főképviselője önmagát hibáztatta, amiért nem tett eleget és nem volt elég gyors a reagáláshoz. Joseph Borrell felszólította az európaiakat, hogy vegyék ki részüket Európa orosz gázfüggőségének felszámolásából. Felszólítom az európai polgárokat, hogy csökkentsék a fűtést az otthonaikban. Mindenkinek erőfeszítés kell tennie, ugyanúgy, ahogyan kevesebb vizet használnánk, ha szárazság lenne, vagy ahogy maszkot viselnénk a COVID -e elleni küzdelemben. Ez a lengyel LP képviselő hajlandó magasabb árat fizetni a gázért és több védelmi beruházást támogatni. Egyértelmű, hogy a nemzetközi jog az, amit Putyin nem tisztel. Attól tartok, ki kell lépnünk a hidegháború utáni nirvánából, és erővel kell szembeszállnunk. Ez az egyetlen nyelv, amit ez az ember megért. Itt az ideje, hogy elkezdjük halálosan komolyan venni az európai védelmet de nem ez az EU általános álláspontja, amely most az orosz gazdaság kivéreztetésére összpontosít, annak érdekében, hogy megállítsák a háborút. Száz képviselő azt is el szeretné érni, hogy az EU csökkentse az orosz gáz és olajimportot.